Hello! Hát üdv szeptember 1-én. Itt van az év eleje, vagy a tanév eleje. Azt hiszem, ma már voltak évnyitók, láttam ilyen gyerekeket mindenféle egyenruhában, ünneplőben. És hát már is 70 ezer a vérnyomásom, mert hát érkeznek a rémtörténetek. Úgyhogy a mai téma a bántalmazó tanárok, és hogy a szülők miért nem tudnak, miért nem akarnak, miért nem mernek kiállni a gyerekeikért. Tudom, hogy nem szerencsés időpontban csinálom ezt a videót, tehát gyorsan szeretném tisztázni, hogy van, tehát kétféle tanár létezik. Az egyik, aki pedagógusnak született, csupa szív, csupa empátia, csüngsz a szavain, együttműködő, jó bánik a szülővel, jó bánik a gyerekkel, de vannak ezek a tündéri tanárok, én is ismerek belőle egy jó néhányat, nem róluk szól a videó, és mint minden szakmában, a pedagógus pályán is rengeteg a bántalmazó, tehát az olyan tanár, aki nem lehet pedagógusnak hívni, sőt, még tanárnak sem, aki azért ment tanári pályára, hogy basztassa, szadizza, lealázza, terrorizálja a gyerekeket, és hogy megkeserítse az ő életüket, nem működik együtt a szülőkkel, ilyen narcisztikus, szociopata, kurva nagy egója van, majd ő jobban tudja, minden fölött áll, Isten komplexus, tehát én most ezekről szeretnék beszélni, nem a cuki tanárokról, jó? Miért itt halálra köveznek. Tehát fontos, hogy minden szakmában vannak jó szakemberek, meg rossz szakemberek. Na, hát belefutottam néhány kommentbe, üzenetbe, e-mailbe, közösségi média platformokon, hogy hát anyukák panaszkodnak egymásnak, nyilván ez nem most kezdődött 2023. szeptemberébe, hogy a lányomat hogy szégyenítette meg a tanár, mert hogy testlemelés órán azt mondta a lányomnak, hogy milyen löttyet, hájas, narancsbőrös segge van, miért nem képes átugrani a zsámolyt, nem tudtam, 2023-ban még van zsámolyugrás, bárhol is. Haladunk a korral. Következő azt meséli, hogy a menzán evett a fia, és akkor oda ment hozzá basztatni a tanár, hogy miért eszi meg azt a húsgombócot, mert ő is úgy néz ki, mint egy húsgombóc, tehát neki már tök felesleges lenne azt megennie. A következő azt meséli, hogy valami énekverseny, vagy nem tudom mi volt, és hamisan énekelt a gyereke, és kiszedte a tanár, és nyilvánosan megszégyenítette. Most lehetne erről napestig beszélni, hogy a tanárok hogyan bántalmazzák verbálisan, fizikailag, szexuálisan a gyerekeket. Mondom, van erről egy Facebook csoport, nem tudom, még létezik-e. Régebben beléptem, aztán kiléptem. Nekem jó gyomrom van, de nem bírtam, hogy ott megy. Az volt a neve, hogy pedagógusok fenyegető aurával, valami ilyesmi volt a cím, pedagógusok fenyegető aurával. Igen, ha még megvan az a csoport, hát érdemes olvasgatni történeteket, hát ott a bántalmazásnak így a master szintje, a magas iskolája van, ha még nem verték le azt az árcsoportot. Szóval akinek van gyereke, meg hát mi is voltunk fiatalok, meg gyerekek, tudjuk, hogy Magyarországon ez az iskolai bántalmazás. Ez csont nélkül megy évszázadok óta. Ez nem most kezdődött, meg nem a Kádár rendszer, meg nem 100 éve, meg nem 200 éve, ez egy kurva régi történet, hogy azok az emberek, akiknek mi hatalmat adunk, és hatalommal ruházzuk fel őket, például a pedagógus, aki egy tekintély személy, vagy egy pap, vagy egy igazgató, vagy egy szülő, vagy egy edző, tehát akiknek nagy a pszichológiai méretük, azok nagyon sok esetben élnek vissza a hatalmukkal, és nagyon sok esetben bántalmazóak. Nos, régebben ugye azért volt nehezebb ez a szitu, amikor mondjuk én voltam általános iskolás vagy középiskolás, mert akkor még nem tudtuk, és a mi szüleink még nem tudták, hogy mi az, hogy bántalmazás, tehát teljesen rendben volt. Rendben volt, hogy nagyapámat 100 évvel ezelőtt még nádpálcával verték. Rendben volt a 70-es, 80-as, 90-es években, hogy úgy lehetett beszélni a gyerekkel, mintha segélyből rángatta volna ki a tanár. És hát az a szomorú, hogy 2023-ban ez még mindig nagyon sok helyen rendben van. De közben ugye megérkezett az internet, meg az edukáció, és most már szakajtónyi irodalma van a bántalmazásnak, és most már tudjuk azt, hogy a pedagógus mekkora traumákat tud okozni a gyereknek pusztán azzal, hogy nyilvánosan megszégyeníti, hogy a testére megjegyzéseket tesz, hogy a teljesítményére megjegyzéseket tesz, hogy az osztály előtt lejáratja, hogy kigúnyolja, hogy hangosan felolvassa az órai levelezést, hogy mondjuk elveszi a gyerektől a mobiltelefont, és abból hangosan idéz. Számtalan féleképp le lehet mészárolni egy eszköztelen diákot. Se szeri, se száma. Tehát ha én egy csőpszichopata lennék, és hatalmat kapnék, gyakorlatilag üdv a Kánaánban, én se tudnám összeszámolni azt, hogy hányféleképp tudnék lemészárolni egy gyereket, nyilván nem vagyok pszichopata, de hogy
rengetegféle eszköz áll a tanárok rendelkezésére, a rossz jegy, a intő, van még intő manapság? A rossz jegyektől kezdve, meg a szülőt folyton behívja, meg hogy kicseszik a gyereket, tehát bármit megcsinálhat gyakorlatilag egy tanár, azért, mert nincs következmény. Legjobb esetben van egy jó állapotú szülő, ki van terápiázva, felszívta magát, van önbizalma, van egy támogató férje, stb. Bemegy és beszél a tanárral, és így asszertíven, erőszakmentesen először megpróbál elmondani, hogy hát ez így nem oké, hogy nem tudom, a gyerekemnek eltöri az orrát, meg hátra csavarja a karját, meg hogy megszégyeníti az osztály előtt, hogy ez így nagyon nincs rendben. Tehát jó esetben van egy viszonylag tökös szülő, aki bemegy és így próbál határt szabni ennek az egésznek, de nagyon sok esetben azt látom, hogy a szülő meghunyászkodik, mert egy szénné traumatizált társadalom vagyunk, és ugye abban nőttünk föl, hogy nekünk mindig meg kell hunyászkodni. Tehát a sárga csillagot kell viselni, de akkor szó nélkül fölrakjuk a sárga csillagot, kimegyünk, elmegyünk a frontra, meghalunk, jön az államosítás, elveszünk tőlük a földeket, meg a tehenet, meg a kecskét, akkor odaadjuk, mert hát úgyse lehet mit csinálni. Tehát, hogy mi egy szénné traumatizált, tanult tehetetlen, akaratgyenge, összefogásra nem képes, nem lázadó, hanem behódoló nemzet vagyunk. Nem tegnap kezdődött, nem a Fidesz alatt kezdődött, nem az MSZP alatt kezdődött, ez kurva régóta így van, ez a nagyapám idejében is így volt, meg az ő idejében is így volt, hogy mi azt csináljuk, amit nekünk mondanak. Mi nem tudunk összefogni, nincs olyan, hogy kiegyenesítjük a kapát, meg a kapát, a kaszát, azt összefogunk. Kimentünk be, az meg csináltunk egy netadós tüntetést. Szépen, békésen átmentünk az Erzsébet hídon. Lőtéri kutyát nem érdekelte. Ez volt az utóbbi években az egyik legnagyobb összefogásban, az a netadó. Kimentünk, átmentünk a hídon, volt sörözés, meg piknik, meg nem tudom micsoda, azt mindenki hazament aludni. Hát az is csoda, hogy ezt összehoztuk. De hát ilyen nagyobb határmeghúzás, vagy ilyen nagyobb kiállás, ilyen nincsen, birka nemzet vagyunk. Mondom, nem most kezdődött meg, nem tegnap. Na most ebbe szocializálódtunk, hogy nekünk kussa nevünk, főleg a nőknek, nekünk kussa nevünk, minket meg lehet erőszakolni, minket el lehet nyomni, lehet nekünk adni kevesebb fizetést. Pár évvel ezelőtt ugye még szolgáló leányok voltunk, meg az erőszakolt meg minket, aki akart, meg nem dönthettünk arról, hogy legyen gyerekünk, vagy ne legyen gyerekünk, meg nem élvezhettük a szexet, meg minden. Tehát nagyon hátulról indulunk, így a nem tudom, demokrácia, esélyegyenlőség, nem bántalmazás tengelyen, tehát egy kicsit szarabul indulunk, mint mondjuk Kanada, vagy nem tudom. Fejlettebb nyugati országok, svédek, dánok, norvégok, ilyesmi, tehát mi hátulról indulunk ebben a balkáni mezőnyben. És akkor itt van 2023, amikor itt vannak ezek a hülyére traumatizált, önbizalomhiányos, önértékelés hiányos, eszköztelen anyukák, akiknek iskoláskorú a gyerekük. De hát ez, igazság szerint ez nem az iskolánál kezdődik, bazd meg, ez a bölcsödénél kezdődik. Megy az ölés azért, hogy a bölcsödébe először is a szülő találjon helyet. Mert hát azért nem mindegy, hogy te melyik bölcsödébe akarod vinni, meg hova tartoztok kerületileg, hol van hely, hol van ismerős. Tehát, hogy ez egy igazán maffia harc, bazd meg ez a gyereknevelés, amikor elkezd intézménybe járni. Bölcsöde. Végre megtalálod mondjuk az állami bölcsödét, mert ugye nincs pénzed magára, aki tudja nyilván menekíti a gyerekét magába. Én is azt tettem volna, lett volna gyerekem, és lettem volna pénzem. Tehát megvan a magánbölcsi. Most elkezdődik a magánbölcsi, és akkor ott is x darab bántalmazó ott dolgozó van, pedagógus, dajka, bárki, aki ott van, és akkor a szülő jó esetben folyamatosan azt csinálja, hogy megy, és így húzogatja a határokat. Hogy ne nézzék hülyének, hogy a gyereket ne nézzék hülyének, hogy pelenka, nem pelenka, bekakil, nem kakil, bepisil, mit vigyek, gyümölcsnap, nem gyümölcsnap, mennyi pénz, miért nincs WC papír, miért van WC papír, szülői értekezlet, lebaszás, számonkérés, egymásnak feszül az ott dolgozó meg a szülő, ugye bölcsödétől kezdve, azt nem értem, hogy a szülők hogy nem kapnak gyomorrákot, hogy gyakorlatilag ez Magyarországon, amikor a gyerek intézménybe kerül a bölcsödétől kezdve, az egyetem végéig a szülőnek egész egyszerűen egy kibaszott Tommy Shelby-vé kell magát felgyúrnia, aki nem látta a Birmingham bandáit, ajánlom figyelmébe. Tehát egy ilyen pszichopata terminátorrá kell átalakulni a szülőnek, különben nincs esély. Tehát folyamatosan oda kell baszni az asztalra a bántalmazó, hatásértő pedagógusokkal szembe, mert sok ilyen van a bölcsitől az egyetemig.
Na most az van, hogy nagyon sok szülő, mivel szét van traumatizálva, megszokta, hogy bólogató János, nem volt szava a családban, nem jelenhettek az érzései, szükségletei, tehát nagyon sok szülő megszokta, hogy hát ilyen a rendszer, nem tud mit tenni. Néha vannak ilyen szánypróbálgatások, hogy hát próbál beszélgetni az osztályfőnökkel, de hát az osztályfőnök lesöpri a szülőt az asztalról. Akkor a szülő elmegy az igazgatóhoz, az igazgató megint lesöpri a szülőt az asztalról, és azok az érvek is meg szoktak jelenni, hogy hát jó, Viki, te könnyen pofázol a kis padról, ami igaz, aláírom, hogy hát azért nem megyek be balhét csinálni az iskolában, mert akkor kibasznak a gyerekemmel. Tehát, hogy a pampogó szülőt nem szereti ugye a bántalmazó pedagógus, és akkor a gyereken fogja elverni a port. Meg, hogy nagyon nehéz iskolát találni, meg, hogy a gyerek végre beilleszkedett ide. Tehát mindig van egy olyan válasz, amikor én azt mondom, hogy kéne menni határokat húzni, hogy miért nem lehet. Megpróbáltuk, de. Nem próbáltuk meg, de. Gondolkodtunk rajta, de aztán mégse. Tettünk feljelentést, de nem lett következménye. Szóltunk az igazgatónak, de nem csinált semmit. Beszéltem a gyerekkel, beszéltem a bántalmazó osztálytársok, bántalmazó szüleivel, de hogy folyamatos falak vannak, akik kurvára nem irigylem a szülőket, mert mondom, hát ez egy ilyen terminátor harc, ez a szülői lét Magyarország, hogy folyamatosan menni azért a buzót vágóval, és írtani ki a gyerek körül a bántalmazókat, kurvára nem lehet könnyű tényleg. Hát minden tiszteletem a szülőké, akik ezt így bírják, azoké is, minden tiszteletem, akik nem bírják, csak gyógyszerrel, alkoholral, meg szerekkel. Hát ez a pusztító bazd meg, ami nálunk van. Tehát, hogy ez az egymásnak feszülés nagyon sokszor, hogy itt már rég nem a gyerekről szól ez az egész történet, mert egy ideális világban ugye az lenne, hogy a szülő meg a pedagógus együtt teszik az erőforrásaikat a gyerek alá, és az a cél, hogy a gyerek az élvezze az iskolai éveket. Hülye vagy Magyarországon? Hát arról szól, hogy a gyerek viszonylag épszihével érje túl, szorítsa össze a segjukát, reggel 6-kor már így a energiaitalt, meg a WC-be dugiba dobja be a szanaxot, meg a kábítószer, és a gyerek valahogy, jó van kislányom, kisfiam, ezt a pár évet túl kell élni. A magyar történelem az egy szenvedés történet. Egy ilyen mártír halál. Mi arra születtünk, hogy nekünk szenvednünk kell. És akkor bejelentkezek én itt oldalról, hogy figyelj, van ám olyan, hogy lehet élvezni az életet, meg vannak olyan iskolák, ahol így tök jó a gyerekkor, meg játszva tanulnak, meg hogy boldogok a gyerekek, stb., de ki kell bírni. Ugye ki kell bírni a házasságot, ki kell bírni a bántalmazást, ki kell bírni az iskolát, az egész kurva kibaszott életet Magyarországon ki kell bírni. Én meg azt mondom, hogy a faszt, hogy szakmai legyek szokás szerint, hogy lehet ezt élvezni. Nagyon nehéz, mert meg kell érte küzdeni, de nem lehetetlen. Na most nézzük azt, hogy milyen eszközök kellenének a szülőnek ahhoz, hogy ki tudjon önmagáért állni, meg a gyerekéért. Mert ugye a szülő a cselekedetével mutat példát. Tehát ha a szülő nem áll ki a gyerekére, a gyerek mit fog látni? Azt, hogy hát anyámmal, apámmal bármit meg lehetett csinálni. Engem végig abuzáltak általánostól egyetemig. Hát a szüleim soha nem álltak ki értem. Hát ezt tanulja meg a gyereket, gratulálok, hát ez kurva jó lesz. Tehát akkor nézzük. A szülőnek először is kell, hogy legyen traumafeldolgozása, ami azt jelenti, tudom, még soha nem beszéltem róla, hogy minden szülőnek el kéne járni hosszú távú önismeretbe, hogy megdolgozza a saját traumáit, hogy ne vigye tovább ezt a bántalmazott, alárendelt, mártír példát, hogy ne azt lássa a gyerek, hogy az anyám bólogat, hogy az anyám benyeli, hogy az apám nem mer bemenni, mert konfliktus kerül, hogy az anyám kétszer bement az osztályfőnökhöz, de igazából nem történt változás, csak így megsimogatja a fejemet, hogy jó van, hát így kell élni. Tehát kéne csinálni egy hosszabb távú pszichoterápiát minden szülőnek kivétel nélkül, traumafeldolgozás. Amikor ezt csinálja a szülő, jó esetben megérkezik az önbizalom, az önértékelés, meg a határ meghúzás. Tehát minél többet jár egy szülő önismeretbe, annál inkább meg lesznek az én határai. Tehát az, hogy bazd meg velem, mit lehet csinálni, meg mit nem, meg hogy a gyerekemmel mit lehet csinálni, meg mit nem. Ez határhúzás. A határhúzás mögött önbizalom, önbecsülés, önértékelés, stabilitás, viszonylag egészséges, pszichés állapot van. Ezt nem adják ingyen. Ez a szülőnek kurva sok évnyi munka. Tessék elgyászolni nyugodtan egy nagyon szép Audit vagy egy családi házat, de megéri. Mert akkor tudunk bemenni ugye az osztályfőnökhöz, meg az igazgatóhoz is az asztalra csapni, hogyha ehhez van eszközünk. Tehát ez kéne. Ami még kéne a szülőnek, támogató közeg. Támogató párkapcsolat, támogató szülői közösség.
a szülőknek össze kéne fogniuk. Tehát amikor van egy bántalmazó osztályfőnök, vagy földrajztanár, vagy biológia tanár, vagy van egy bántalmazó gyerek, akinek a nem normálisak a szülei, akkor 10-15-20 szülőnek össze kell fognia, és el kell azt mondani, ahogy ugye a bántalmazóval bánunk, hogy mik lesznek a következmények. Tehát nem csak az, hogy jaj, Pistike, légy szíves, ne beszélj a kizikével, mert rosszul esik neki, az a lőtéri kutyát nem érdekli. Mi lesz a következmény? Na most, milyen következményeket lehet tenni? Tételezzük fel, hogy van egy bántalmazó biológia tanár. Ez a biológia tanár utálja a lányokat, ez az ő, nem tudom, gyerekkori traumája, meg szenvedéstörténete. Utálja a lányokat, a lányoknak mindig egyest ad, a fiúknak mindig ötöst ad. A lányokat mindig cikizi, meg megszégyeníti. Mit tehet a szülő? Egy. Elviszem az iskolába, az egy kurva jó dolog. Tudom, hogy nehéz, mert nehéz iskolát tanálni. Tudom, hogy nagyon sok helyen drága a magánsuli, de azért láttunk már olyat, hogy egy szülő megfogta a gyerekét, átvitte egy másik iskolába, és ezzel megmenekült a gyerek. Tehát az, hogy kilépek egy bántalmazó helyzetből, az nem gyávaság, meg menekülés, hanem az életet menthet. Tehát egy, megfogom a gyereket, elviszem abból a bántalmazó kibaszott iskolába. Kettő. 2023 van. Nyugodtan tessék bárkit taknyánál fogva végig rángatni a közösségi médiába. Tehát ott van neked az ismerőseid között Strapacskáné Pörc Natália, biológia földrajzszakos tanárnő, aki egy nettó nárci geci, és a gyereked már 10 évesen azért él frontinon, és azért hány ideget minden éjjel, mert tönkre teszi a tanár, vidd ki a közösségi médiába. Írjál róla posztot. Tedd ki a bejegyzéseit a nőnek, amit a gyereknek írogat, aki kréta, vagy nem tudom, mi van manapság, van még ellenőrző, meg ilyenek, leckefüzet, nem tudom. Tehát a nyilvános megszégyenítést én abszolút támogatom a bántalmazókkal szemben. Lehet szólni a Telexnek, a 444-nek, az Indexnek, a 24Hu-nak, a HVG-nek, tehát van egy csomó online médium, bejelentkezel, hogy figyelj, van egy elég érdekes történetem, erről és erről a tanárról, tokkal, vonóval, névvel, fényképpen, mindennel együtt szeretnék beszélni. A bántalmazókkal szemben az egyik legerőteljesebb eszközünk a nyilvános megszégyenítés. Nem kell tőle félni. Harmadik. Rendőrség, jogi út. Tehát, hogy lelki károkozásért, akármiért, én minden nap feljelenteném a tanár. Tehát, ha nekem lett volna gyerekem, most ha nem lesz, ugye öreg vagyok, tehát nekem lett volna gyerekem, az én gyerekemmel egyszer beszélt volna csúnyán a tanár, és akkor ott vége lett volna a történetnek, mert hogy föltöröltem volna vele a közösségi médiát, az biztos, meg minden nap feljelentettem volna a rendőrségen, beültem volna az órákra, tudod, én lettem volna az az anyuka, aki miatt szív a gyereke. Ez az örök lázadó, elégedetlen. Nem elégedetlen, ez nem igaz. Tehát életem van az az anyuka, akivel folyton probléma van, de hát bazd meg. Ki húzza meg a gyerekem helyett a határokat, ha nem én? És itt ez a nagy kérdés, hogy a szülőnek csak a gyerek van, mint elsődleges védvonal és immunrendszer. Ha a szülő nem húzza meg a határokat a bántalmazó tanárral szembe, ki a faszon fogja meghúzni? A gyerek nem tudja, teljesen eszköztelen. De még egyszer, a szülőnek van jogi eszköz, el lehet menni a falig és még utána, és találni egy jó pszichopata ügyvédet, szerintem sok van az országban. Van olyan eszköze a szülőnek, hogy a nyilvános tér, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, média, bármi, ki lehet tenni a nyilvános térbe azt, hogy a tanár hogy beszélt a gyerekemmel. Lehet mondani a gyereknek, készítsen hangfelvételt, készítsen róla videót, az körbe megy a közösségi médiába. El lehet vinni a gyereket az iskolából, napi szinten be lehet menni a tanárhoz, nyugodtan meg lehet fenyegetni józanész határain belül, hogy mi lesz a következmény, tehát nyilván ne baseball ütővel menjünk be, meg könyökkel ornyeregre, tehát hogy azért kulturáltan. De hogy rengeteg eszköz van a szülők kezébe, és nem merik használni. Mert akkora a pszichológiai mérete a tanárnak, tehát annyira föl van pumpálva ez a tanár dolog, mintha Isten lenne, mintha egy ilyen teljhatalmú Isten lenne, aki élet-halál ura, és aki mindent megcsinálhat a gyerekkel. Na most, ha a bántalmazónak nem szabnak gátat, és nem teszik le a bántalmazónak a sorompót, a bántalmazás csont nélkül megy tovább, az idők végezetéig. Ezért kell az, hogy összefogjanak a szülők, és azt mondják, hogy na bazd meg, most akkor délután 3-kor bemegyünk 5-en, leültetjük az osztályfőnököt, odállítjuk a szőnyeg szélére, és megmondjuk neki, hogyha még egyszer ezt és ezt teszi, mi lesz a következménye. És kitalálunk egy olyan következményt, ami a legjobban fáj ennek a bántalmazó osztályfőnöknek.
lesz eredménye, biztos vagyok benne. Lehet, hogy nem elsőre, lehet, hogy nem harmadszóra. El lehet menni az igazgatóhoz. Ha az igazgató lesöpör minket, akkor jelezzük az igazgatónak, hogy megyünk tovább. Tehát az igazgató fölött is van egy ember, akkor megyünk följebb, megyünk még följebb, megyünk még följebb. Addig megyünk bazd meg, ameddig nem állítjuk meg a bántalmazást. Van rá rengeteg eszköz, csak rengeteg szülő fél, mert hogy a gyerek issza meg a levét. Nem issza meg a gyerek a levét, mert másnap bemegyek, és végülöm az összes órát a gyerekkel. Ezt el akarnak vitetni a rendőrrel, very welcome, hívják ki rám nyugodtan a rendőrt. Perelek szana szét bazd meg mindenkit, az összes tanárt, aki bántotta a gyerekemet. Tehát, hogy én értem azt, hogy a szülők félnek, mert ha bemegy, és neki áll ugatni a szülő, akkor másnap a gyereke hazajön 3 darab 1-essel az trapacskánétól, aki ugye kiélte a perverz, beteges hatalom és kontrollmániáját a gyerek fölött. De hát én akkor bemegyek másnap, bemegyek harmadnap, én bemegyek minden nap. És akkor még nyilván olyan dolgokat is tennék, amit most nem fogok ebben a videóban elmondani, de még mindig a törvényes kereteken belül, tehát én nem emberölésre gondolok, vagy verekedésre, de jó, rendes. Pszichikai terrorba szerintem jó vagyok, most már kiderült ugye a pár nappal ezelőtti videómból, hogy lakik bennem egy sorozatgyilkos. Nyilván átvitt értelemben, nem kell megijedni. De hogy tényleg az, hogy tehát az én gyerekem zokogva jönne haza, hogy megszégyenítette a tanár, annak a tanárnak ott az volt az utolsó napja. Ásó kap a nagyharang, bazd meg, ott neki vége van. Tehát nincs az, hogy másnap ugyanúgy fölveszi a munkát, mintha mi se történt volna. Nem szállok le róla, ott vagyok a sarkában. Üvöltök vele, megyek utána az igazgatóhoz, megyek utána a tanári szobába, nem hagyom tanítani, nem hagyom élni, és jogi útra terelem a dolgot, és ha kell, tényleg minden nap feljelentem, és tényleg keresek egy ügyvédet. Tehát, hogy ez gyomorvérzés, tehát ez kurva sok idő, energia, és ez roncsolja a szülőt, roncsolja a gyereket, én ezt maximálisan átérzem. Tehát az, hogy Magyarországon harcolni kell a bántalmazó tanárokkal, én az összes szülőt megértem, hogy belefáradtak, azt érzik, hogy eszköztelenek, azt mondják a gyereknek, hogy jó van, már csak 2 év bírt ki valahogy, de nem lehet így példát mutatni a gyereknek, mert a gyerek ebből azt fogja megtanulni, hogy nincsenek eszközei. Hogy anyám azt mondta, hogy már elfáradt, már mindent megpróbált, megvonta a vállát, nem tud mit tenni, és akkor a gyerek ezt tanulja meg. Tanulja meg azt a gyerek, hogy az én anyám az egy kibaszott terminátor, az megy bozótvágóval, az nem hagyja, hogy engem bántalmazzanak. Mert nem lehet hagyni. Ha szexuálisan vagy fizikailag bántalmazzák a gyereket, akkor a szülők általában elmennek a rendőrségre. A verbális meg az érzelmi bántalmazásnál miért nem? Az kisebb. Tudod hány általános iskolai meg óvodai abúzus történetet hallgatok a hétvégi csoportjaimban 50 éves nőktől? Nincsenek túl rajta. Mondok egy példát, ott ül a hétvégi csoportomban 50 éves Gabi, legyen Gabi, mert mindig Andi, és Gabi zokogva olvassa föl, ugye haraglevél, Gabi zokogva olvassa föl azt, hogy nem tudom, amikor 9 éves volt, hogyan szégyenítette meg Ildikó néni a matekórán. Majd 15 éves korában, a középiskolában, hogyan fogdosta őt, meg hogyan alázták meg a nem tudom milyen tanárok. 50 éves bazd meg. Nem múltak el a traumái. Semmiben se kisebb az érzelmi és a szavakkal történő bántalmazás, mint egy szexuális abúzus, vagy egy szíjjal, vagy kályhacsővel történő gyerekverés. Miért nem lépünk fel ez ellen is ugyanolyan határozottan? Mert ugye nem erőszakra mindenki felhördül, hogy hol hát az a... De hát az meg arra is fel kéne hördülni, hogy tönkre megy a gyerek a bántalmazó tanártól vagy tanároktól. Igaz, hogy nem értek hozzá a testéhez, de van meg, a gyereknek van idegrendszere, meg lelke, meg fejlődik valahogy. És ha a gyereket hülyére traumatizálja a pedagógus, akkor van, hogy a szülő abból már nem tudja kimosni, nem tudja megmenteni a gyereket, mert akkor átütött rá a tanár, hogy nincs az az empátia, ami visszafordítaná. Miért hagyják ezt a szülők? Amikor a szülő a szóbeli és az érzelmi bántalmazást hagyja a gyerekének, és most nagyon csúnyákat fogok mondani, akkor jusson eszébe az, hogy ilyenkor azt hagyja, hogy a gyerekét megerőszakolják következmények nélkül. Ez semmivel sem más. Ez pontosan ugyanaz a sárkány. A bántalmazás az egy olyan sárkány, akinek egy teste van és 100 feje, de ugyanaz a sárkány. Amikor a gyerekemet
szexuálisan molesztálják, vagy lilára verik, az ugyanaz a sztori, mint mikor a tanár megszégyeníti, vagy amikor az osztálytársak, vagy az osztálytársak szülei, vagy a többi pedagógus, vagy az igazgató, vagy az edző, vagy a vallási vezető, vagy bárki szavakkal, érzelmekkel bántja a gyerekemet. Ugyanolyan, mint a szexuális abúzus, el lehet róla olvasni rengeteg kutatást, rengeteg cikket, pontosan ugyanazt csinálja az agyban. Egy kiadós üvöltés az agynak és az idegrendszernek pontosan ugyanolyan, mint amikor apuka vagy anyuka szíjjal, fakanállal, tálcával, nem tudom, miket hallottam még az elmúlt években, nagyon kreatívek tudnak lenni a bántalmazó szülők, elverik a gyereket. De a verésnél felszisztenünk, hogy na hát azért ütni nem, de szavakkal lehet. A szavakkal való bántalmazás ugyanolyan traumatizáló, mint a fizikai bántalmazás. Kurvára semmi különbség nincs közte az agyban, az idegrendszerben és a hormonháztartásban. Amikor egy gyereket a tanár elkezd szavakkal verni és megszégyeníteni, ugyanúgy megbaszódik a személyiség fejlődése, mintha az a tanár megdugta volna a WC-ben tanítás után. Na, erre tessenek gondolni, amikor nem megyünk be a gyerekért, azt nem állunk ki érte, hogy minden egyes alkalommal, amikor a tanár megszégyeníti a gyerekemet, akkor megbaszta. És én, mint szülő, ezt hagytam, és azt mondtam, hogy oké. Azért vagyok ilyen erőteljes, nem azért, mert egy bántalmazó állat vagyok, hanem azért, mert kicsit én meg szeretném rázni a szülőket, hogy haló, lehet tenni lépéseket. 2023-ban a szóbeli és az érzelmi bántalmazásról már tudjuk, hogy bántalmazás. Nincs traumaverseny, nincs bántalmazás verseny, nincs az, hogy 10 pontot él a szexuális bántalmazás, és 0-át ér az érzelmi elhanyagolás. Nincsenek lepontozva és megfuttatva, nincs, melyik a szánalom süti. Tehát amikor a gyerekemet bármiféle abúzus éri, szóbeli, érzelmi, fizikai vagy szexuális, az abúzus, az bántalmazás, és az a gyerekem idegrendszerében, hormonháztartásában, testében és lelkében maradandó kárt okoz. Nem lehet azt mondani, hogy bírt ki, mert már csak 2 év. Mert nem bírja ki. Mert tönkre megy. Nagyon érzékeny évek a 0-tól 15, 16, 17 évig tartó évek, a legérzékenyebb évek. Ha ott nem áll ki a szülő a gyerekért, van, hogy az a gyerek soha nem tud már visszabillenni a rendes egyensúlyába, mert annyira széttraumatizálják a bántalmazó tanárok. Úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, hogy minden szülőnek joga és kötelessége kiállni a saját gyerekéért, mert bántalmazás, a nyilvános megszégyenítés bántalmazás, amikor lehülyézi a tanár a gyereket, amikor azt mondja neki, hogy te kibaszott idióta, semmi nem lesz belőled, még utcaseprő sem, milyen betűkkel írsz, mennyire hülye vagy, nem tudsz még mindig helyesen írni 10 évesen, idióta vagy, mint a szüleik, meg te vagy a legrosszabb tanuló, meg hogy nézel már ki, milyen magas vagy, meg ne öltözködj így, meg nem tudom mi. Ott megállt kell parancsolni a bántalmazó pedagógusnak, akkor is a bölcsödéről, óvodáról, általános, középiskola vagy egyetemről van szó. Ha a gyerek hazajön, és látjuk rajta, hogy meg van furcsulva, lóg az óra, sír, ki van készülve, és elmondja a gyerek, hogy mit tett vele a tanár, akkor ott bazd meg dzsihád van. Tehát akkor ott be kell menni, és kurva keményen oda kell lépni. És tudom, hogy sok a kudarc történet, és mert rengeteg izét kapok, üzenetet, hogy Viki, de megpróbáltuk, de ez volt, de az volt, de könnyen beszélsz. Nem beszélek könnyen. Hát én is végigcsináltam volna, én is kerestem volna az utakat, hogy hogyan tudom megmenteni a gyerekemet, és nyilván a végén elvittem volna magámba, és nem vállaltam volna még valami plusz munkát, hogy hitel fasz tudja. Tudom, hogy nehéz. Tudom, hogy nehéz, és tudom, hogy kevesen tudják kifizetni a magánsulikat, és azt is tudom, hogy a magánsuliba is vannak bántalmazók. Mert olyat is hallottam. Híres magánsuli, tök sok pénzt fizet érte a szülő, azt a gyerekkel megpucoltatják a szaros vécét büntetésből. Ó, ha tudnád, hogy miket hallottam már az elmúlt 7 évben. Mindent, és a mindennek a mindennyét is. Tehát mindenféle bántalmazást hallottam már, viszont azt tudom, hogy vannak eszközeink, csak merni kell őket használni. Nem kell félni a pedagógustól, ugyanolyan barnát szarik, mint te. Az igazgató is, a politikus is. Emberek, nem istenek, nincsenek közöttünk istenek, csak emberek vannak. Hús, vér, meg fog dögleni, ugyanúgy, mint én, bárki más. Az, hogy vélt hatalmuk van, nevetséges, hát én nem tudok meghajolni a hatalom előtt, hát én nem tudok
Nem fog magam összeszarni attól, hogy valaki intézményigazgató, vagy akadémikus, vagy politikus, vagy karmester, vagy nem tudom mi. Jó van, hát csinálja a dolgát. Rendes ember, vagy nem rendes ember, engem csak ez érdekel. De attól, hogy valaki valamilyen pozícióban van, hát én nem fogok letérdelni, bazen, mert meghunyászkodni. Tehát nem kell félni attól, hogy úristen, valaki osztályfőnök. És akkor mi van? Elvégezte azért a tanárképzőt, tanítóképzőt, pedagógus lett. Hű, de nagy dolog, neked meg van 3 diplomád, bazd meg, mitől félsz? De nem kell összefosni magunkat, úristen az igazgató, úristen, mekkora dolog szánt rám 15 percet. Az a dolga, bazd meg, többek közt. Meg hogy konfliktusokat kezeljenek. De érted, hívhatsz mediátort, aki konfliktust kezel. Mehetsz a rendőrségre, fogadhatsz ügyvédet, perelhetsz, elviheted a gyereket, asztalra csaphatsz, pszichés terror. Minden nap írsz a izének a bántalmazónak. Minden nap elmondod, mi lesz a következmény. Tehát annyi mindent lehetne csinálni, és értem, hogy a szülők elfáradtak, a szülőknek nincs energiájuk, hogy de nem szabad lemondani a szabadságról. Nem szabad lemondani. Nem szabad lemondani a gyereknek a pszichés, fizikai jólétéről. Nem szabad róla lemondani. Nem szabad azt mondani, hogy bírt ki. Ezt az életet nem kibírni kell, hanem élvezni. És ha a gyerek itt nem tudja élvezni, elég nagy az a bolygó. Sok helyre lehet menni. Sok olyan ország van, ahol lehet élvezni az életet. Ki mondta, hogy itt kell megrohadni? Ki mondta, hogy egy bántalmazott társadalomba kell megrohadni a gyerekednek, meg az unokádnak? Ki mondta? Áll valaki is pisztolyjal a tarkodná, hogy itt kell megrohadni ebben a narcisztikus bántalmazott társadalomba? Senki nem mondja. Vannak nagyon jó, nagyon szép, nagyon élhető országok, ahol nem is értenék azt, hogy én most miről beszélek, mert annyira támogatóak, meg annyira együttműködők, hogy nem fognák föl, hogy mi az, hogy egy pedagógus bántalmaz, ők ezt nem értik, mert ők csak kooperációban, együttműködésben tudnak gondolkodni. Én értem azt, hogy Magyarországon kurva nehéz, és ez nem most kezdődött. Én értem azt, hogy szénnél vagyunk traumatizálva. De bazd meg, én nem a NASA-nál vagyok atomsebész. Nekem nem voltak jobb tanáraim. Értem, nem álltak ki a szüleim, nem mentek be, nem basztak az asztalra, engem végig traumatizált a középiskola, rengeteg egyesem volt, rengetegszer megbuktam, ocsmányú beszéltek velünk a tanárok, hülyének néztek minket, 90-es évek volt, egyetemen is volt nem egy olyan tanárom, aki szexista volt, lenézte a nőket, hülyének nézett, egyest adott. Nekem is volt rengeteg bántalmazó tanárom. De kiterápiáztam magam, és hogyha lett volna gyerekem, akkor én már úgy tudtam volna beengedni ebbe a végtelenül beteg és bántalmazó magyar társadalomba, hogy én itt vagyok, mint egy nagyon kemény pajzs. Bármi van, kisfiam, kislányom, hazajött, lemészárolom azt a kínzét. Ocsmányul mer veled beszélni. Hát aki meg hozzáér a testedhez, arra, hogy ne is mondjunk semmit. Tehát kell, hogy a szülőnek legyen eszköze arra, hogy ki tudjon állni a gyerekéért, mert van, hogy működik az eszköz, és észbe kap a bántalmazó, és azt mondja, hogy jó, akkor így, oké, de bihari anyuka gyerekét, akkor ezt nem baszogatjuk, mert ez kemény, kemény habzószájú anyuka, akkor jó, visszaveszek kettővel. Meg itt nem arról van szó, hogy én itt érted izmozni akarok, meg erőből akarok megoldani dolgokat, itt arról van szó, hogy nekem évek óta arról szól az egész működésem, meg minden, hogy legyen a nőknek, meg nyilván a férfiaknak is önbizalmuk. Merjenek kiállni a bántalmazókkal szembe, és hogy van eszköz. Ha nekem van, nem vagyok egy okos ember, akkor neked még nincs. Semmivel se vagyok különb. Mint az az anyuka, aki most ezt a videót nézi, és eszköztelen. Semmivel se vagyok különb. Egy dologgal vagyok különb, többet jártam önismeretbe, többet jártam pszichoterápiába, többet jártam csoportba, meg több pénzt fektettem magamba, mint a magyar átlag. És lett önbizalmam, önbecsülésem és végtelen eszköztáram ahhoz, hogyha történik velem egy határsértő, autonómiasértő, bántalmazó helyzet, akkor meg tudjam magam védeni. Ezt nem tudom átadni egy videóban. Ezt nem tudom megtanítani, csak azt tudom megmutatni, hogy van egy élő példa, akinek ez már sikerült. És mondom, nem én vagyok Einstein. Kurva messze vagyok tőle. Meg Beethoven sem, meg semmilyen nagy koponya. Hogy ezt meg lehet csinálni, de a szülőnek saját magán kell dolgozni, hogy ne legyen mindig az, hogy jó, de. Jó, de akkor ezt, jó, de hát ezt nem lehet. Mi az, hogy nem lehet? Jó, hát nem mondhatom a, nem tudom, tanárnőnek, hogy a gyerekem nem vesz részt holnap a versenyen, mert 40 fokos láza van, hát el kell mennie. De hülye vagy? Miért kéne elmenni? Miért kötelező bármit csinálni a gyerekednek, amikor ő
beteg, vagy nem képes rá, vagy rosszul van pszichésen, hogy nem kell megerőszakolni a gyereket. Arra itt van az egész társadalom. De a szülőnek meg a pedagógusnak támogatnia kéne a gyereket, hogy érezze jól magát, legyen boldog gyerekkora. Mindenkinek jár, gyerekjogoknak olvasatok utána, mindenkinek jár a boldog, empatikus, szeretetteljes, támogató gyerekkor. Magyarországon is. Tudom, hogy sok a bántalmazó. Nekem nem mondjad. Nekem nem mondjad, a magyar társadalom nagy része bántalmazó. Tudom. És nehéz, és föl kell magunkat gyúrni. Ez a mi leckénk, ez a mi karmánk. Ismerjük a kiskapukat, ismerjük a módszereket, föl kell magunkat szívni, szembe kell mennünk Mordorral, az orkok seregével. Ez egy ilyen ország. Ha nincs eszközünk, elvérzünk. Ha a szülőnek nincs eszköze, elvérzik a gyerek. Jó van? Úgyhogy én aztán végképp nem akartam bántani egyetlen szülőt sem, mert én mindig a bántalmazottak oldalán vagyok, akkor is, ha erőteljesebben beszélek. És hangsúlyozom még egyszer, minden tiszteletem a cuki és kedves pedagógusoké, de rengeteg a rossz állapotú, kimondottan gonosz, szemét, aljas, undorító, tetves, nárci bántalmazó pedagógus, és azokkal szemben nem lehet kegyelem, nem lehet cukiskodás, nem lehet az, hogy jaj, beviszek egy fél kilós Omnia kávét a Marika nénének, hát ha kellene. Ki kell állni a szülőnek a gyerekért. Nincs opció. Ha te nem állsz ki a gyerekért, senki nem fog. Ez nem egy ilyen helyettesíthető dolog, hogy hát én nem állok ki a gyerekért, de hogy valaki esetleg, senki nem fog bejelentkezni. Csak a szülő tudja megvédeni a gyereket. Senki más. Senki más a világon. Azért vagy, bazd meg, hogy te egy pajzs legyél. A gyerekednek a pajzsa. És a gyerek azt látja, hogy vele nem lehet szórakozni, megtanulja tőled az eszközöket. És nem kell egyből fúba nyomni a kretént, meg a visszabántalmazást. Én nem erről beszélek. Nagyon határozottan és nagyon keményen megmondani a pedagógusnak, hogy a lófasznak is van vége, és hogy mit csinálhat a gyerekkel, és mit nem, és hogy minek mi a következménye. Jó? És tudom, hogy a kispadról beszélek, nyugodtan meg lehet kövezni, én nem tudom, miről van szó, nincsen gyerekem, stb. Végül is még csak 7 éve hallgatom ezeket a bántalmazásos sztorikat. Úgyhogy tudom, miről beszélek, meg én is voltam diák, meg engem is bántalmaztak a tanáraim, és nekem is kurva jó lett volna, ha bejönnek a szüleim és az asztalra basznak. Egyetlen egy srácnak az anyja jött be középiskolába. Egyetlen egy srác volt, akinek az anyja rendszeresen bejött középiskolába, Kamillának hívták az anyukát, tökre csíptem, 50-szer nagyobb pofája volt, mint nekem, és az mindig bejött, mindig az asztalra baszott, és mindig kiállt a fiáért. Nem történt nagy változás, de szerintem a fiának nagyon jót tett az, hogy látta, hogy milyen tökös az anyja. Tehát a gyereknek már ez is egy óriási dolog, hogy látja, hogy oda megy a szülő, és a szülő a gyerek előtt bassza le a tanárt, és akkor a gyerek ott áll, hogy fú, milyen erős az én anyukám vagy apukám. Nem baj, ha nem lesz gyökeres változás, de a tanárnak ez egy tökre megszégyenítő helyzet, hogy a gyerek előtt lett lebaszva. És ezt lehet bántalmazó pedagógussal szemben. Olyan eszközöd van, amilyet csak szeretnél, hiszen ő kilépett egy etikai keretrendszerből, tehát kilépett abból, hogy ő jól bánik a gyerekkel. Innentől kezdve nem kell figyelni, meg vigyázni a kis érzéseire a bántalmazó pedagógusnak. Mi ugye mindig ebbe vagyunk, hogy jaj, hát nem bánthatom meg a bántalmazót. Bolond vagy, bazd meg? Ott nincs etika. Tehát a bántalmazóval szemben zéró tolerancia van. Ott nem kell figyelni az érzéseire, meg a szükségleteire. Ott mészárszék van, bazd meg. Tehát a bántalmazó pedagógussal szemben az működik, hogy te bemész, és ott kezded, hogy fölborítod az íróasztalt. Nem viccelek. És utána üvöltve elmondod a pedagógusnak, hogy akkor mikor evett tegnap délbe, meg hogy merre folyik a Duna. És közben ezt a gyereked nézi. És akkor a gyerek megtanulja, hogy hű, bazd meg. Anyám a oroszlán királynő, nem lehet vele szarozni. Nyilván túlzok, nem kell fölborítani az íróasztalt, én mindenki magából indul ki. De hogy meg kell húzni a határt a bántalmazókkal szemben, lássa a gyerek, hogy a szüleimmel nem lehet szórakozni, mert a szüleim minden nap, minden délután 3-kor vagy 4-kor bejöttek, és leordították a tanár fejét. Ha a gyerek ezt látja, már tudod csökkenteni azt a traumát, amit a bántalmazó pedagógus okoz neki, mert akkor a gyerek azt látja, hogy ja, nem vagyok egyedül. Itt van az én tímem, itt van az én csapatom, itt vannak a szüleim, megvédenek engem. Eleget beszéltem, próbálok megnyugodni. Nem tudom, mi vagyok felbaszva, nekem nincsen gyerekem, na mindegy. Vigyázzatok magatokra, és hajrá! Puszi, sziasztok!